Sziasztok! Sziasztok! Mindenkit ismételten üdvözlünk. Kijöttünk ide a szőlősünk fölött, van egy ilyen terület, ami tulajdonképpen csak fű van benne, tehát nincsen művelve. És akkor kipróbáljuk, leteszteljük a Husqvarna 545-ös Eristét, illetve kihoztuk még a... milyen gépet hoztunk ki? 153R típusú Husqvarna gépünket. Hát majd fogjuk cserélgetni a gépet, kipróbálja Bálint majd az újat is, az autótyúnos 545-ös Eristét, meg én is majd azt, és meglássuk, hogy akkor ebbe a fűbe hogy boldogul. Megmutatom, hogy miről is van szó tulajdonképpen. Itt ez a terület odáig a cseresznyi falig. Tehát innentől egészen odáig lentig, megpróbáljuk ezt itt lecsapni vele. Nem hosszú a terület, is vékony. Megnézzük ebbe a fűbe, hogy mit csinál a 545-ös Eristé. Itt ugye lucerna van, ezt is leszoktuk vágni, de ez még hagy nőjön. Ezt késsel vágjuk. Ez a és akkor ott lent van a szőlő. Itt csak a fűnől. Na, akkor indítjuk a gépeket, és megnézzük, hogy mit bírnak, jó? Ja. Na, hajrá!
Nem kell semmiféle, semmi, csak rázs be, semmit nem kell csinálni vele. Már megyünk haza, ilyen 11 fok körül van. Ja, megvan most már a meló, a terület. Le van csapva. Be szeretném mutatni ezt a ruházatot, ami rajtam van. A nadrág az a Technical, Husqvarnának a Technical fűkaszás nadrágja. Jó zsebekkel van megállva ugye, itt is, illetve itt is van egy zseb, ide a telefont vagy bármit lehet elhelyezni. Itt egy ilyen elől, egy ilyen vékony bél is található, ami a felrepülő kavicsok, illetve a fadarabok ellen nagyon jó védelmet nyújt. Itt hátul van egy nagyon jó kis szellőző, ilyen mind a két oldalon.
mind a két részen. Úgyhogy maga a nadrág az nagyon kényelmes, és nagyon jól lehet benne mozogni, tehát nem az a feszülős, nem az a lötyögős nadrág, tehát pont olyan, amilyennek lennie kell. Ugye a póló az a Husqvarna technikál póló, rövidújú póló. A hevedert, azt a XT Balance hevedert használtam én. A Bálint pedig len, gyere mutasd meg! Te pedig len a sima X Balance hevedert használtad. Hát ez ugye teljesen a pántok teljesen rövidre vannak véve. Hát úgy mondom, hogy jó neki már kezd belenőni. Munka után egy kis üzemanyagot én is tankolok, mert azért én is kiszáradtam. Egészségetekre nektek is. Ja. Na, tehát akkor levágtuk itt ezt a darabot. Megtörtént a Husqvarna 545-ös RXT-nek a tesztje. Hát ez nagyon jó gép. Tehát ez a három lóerő, ez tényleg ezek a plusz teljesítmények, amikor már kezdi a fű megfogni a magát, a gépet, és az autótyúnos rendszer, illetve az elektronika azt a kis pluszt kezdi rányomni, azt lehet érezni. Tehát egyszerűen nincs full. Ez kegyetlen szerintem. Most nem azért, mert szeretem a Husqvarnát meg minden, de ez a gép. Eddig kimerem jelenteni, hogy amivel eddig vágtam, ilyen 50 köbcentis gépcsoport közül, vagyis ami 45-50 köbcentis gépekkel, amit eddig vágtam, szerintem ez messze menőleg a legjobban teljesített. Én ezt kimerem jelenteni. Nagyon jó gép, tényleg. Tehát lehetett is látni szerintem. Úgyhogy pakoljunk, azt menjünk haza, mert 11 óra van, aztán fölfor az agyunk. Jó? Uh-huh. Na, akkor köszönjük szépen a figyelmet. Mindenkinek jót kívánunk, minden jót kívánunk. Majd szerintem még fogunk vele vágni, megpróbálunk olyan felvétel, és olyan helyen, ahol bozót van, és késsel kell. Megnézzük, hogy ott mit bír. Ja. Jó? Késsel. A bozótosba. Nem, más nem, akkor nagy lesz a Laci bácsinál a fű, és még mindig itt lesz, elmegyünk oda. Hát azt is megnézhetjük majd. Na, hát még egyszer köszönjük. Minden jót nektek. Szevasztok. Szevasztok.